mindenkinek, Posztoszki Károly. Csillagvizsgálóban Tatáról. Magyar Tudomány Ünnepe második előadását Nagy Sándor szakkörvezető fogja megtartani. Sanyi, tiéd a szó. Éppen én is üdvözlök mindenkit innen a Tatai Posztoszki Károly Csillagvizsgálóból, és illetve azokat, akik itt vannak. Hát az előadás címe, ugye Csillagok, halmazok, ködök története. Itt első sorban arról szeretnék majd beszélni, illetve arról fogok beszélni, hogy a jelenlegi tudásunk, hogy amik tudunk a csillagokról, azt hogyan és milyen lépésekben sikerült az emberiségnek megszereznie. Úgyhogy kezdjük is el mindjárt az ókorral, illetve nem is az ókorral. Nézzük meg azt, hogy mi az, amit tudunk. Vagy hogyha valaki feljön a csillagdába, és hát kicsit körülnéz, mi távcsöves bemutatót tartunk, ha szerencsénk van és jó idő van, és hát ugye a távcső mellett mindig beszélgetünk, és hát nagyon gyakori az a kérdés például, hogy egy-egy csillagot, ha megnézünk, például a Deneb, de bármelyik csillagot választottam volna, hogy az a hattyú csillagkép legfényesebb csillaga, nyári égbolta nagyon szépen látszik, a nagy nyári háromszög egyik tagja, és hát ugye, mikor ide érkeznek az érdeklődők, akkor mutatunk csillagokat, kettő csillagot, és hát az egyik kérdés az szokott általában lenni, hogy oké, de milyen távol van? Ugye ez általában a legjellemzőbb kérdés. Aztán utána azért természetesen más kérdések is, hogy hát mekkora, tehát mekkora az átmérője, mekkora a sugara, milyen nagy ez a csillag. Vagy esetleg milyen a felszíni hőmérséklete, a színét, azt valamennyire mindenki látja, ugye valamelyik vagy fehéres színű csillag, valamelyik sárgás, vagy egy kicsit vöröses. De azért ugye az is kérdés lehet, hogy miért van ez így. Persze azok az érdeklődők, akik feljönnek, ilyeneket azért nem szoktak feltenni, hogy éppen hogy mennyi a felszíni gyorsulása, vagy hát mennyi a látóirányú sebessége, de hát ugye sok-sok jellemzőjét elmondhatjuk a csillagnak. Nem is fogom az előadás folyamán az összeset végig, egy-két fontosabbat, ugye pont azokat, amelyeket kérdezni szoktak tőlünk. Ugye hát, hogyha már itt a Denebről van szó, akkor nézzük is meg, tehát ugye a távolság általában az a legjellemzőbb kérdés, ugye az 2615 fényév távolságra van, plusz-minusz 215 fényév. Tehát ugye már manapság is azért van egy jó nagy bizonytalanság ezekben a mérési adatokban. Hát amikor elkezdték a méréseket végezni, akkor meg sokkal nagyobb. De hát törekszik rá az emberiség, a tudomány, hogy ezeket az adatokat még pontosabban megtudjuk. Honnan is indult az egész? Hát ugye az ókor, kezdjük az ókortól, Arisztotelésztől, aki ugye görög filozófus volt, és hát azt tartotta, hogy az égbolt változatlansága az egy természeti törvény, hát amit az égbolton látunk, az nem változik, ez ilyen kész. Ugye persze ebben volt az egy kis probléma, mert azért hát ott voltak a bolygók, amelyek mozogtak az álló csillagok előtt. A nap, a hold mindegyik valamilyen formában mozgott, de hát ezek azért rendszeres, ciklikus folyamatok voltak, úgyhogy ez belefért ebbe az elképzelésbe. Hát, hogy ami a Földön volt, az pedig hát elpusztul. Az égen meg hát így változatlan, és hát ugye ők azt tartották, hogy teljesen más anyagból áll a Föld, ugye a Föld az földből, vízből, levegőből és tűzből áll, ugye ez a mi Föld bolygónkon, vagy az általa ismert világból úgy tartotta, hogy ezekből áll. Az ég az egy különleges anyagból tevődött össze, amely tökéletes, a természeténél fogva izzik. Ugye, persze ezt el is fogadhatjuk, hogy nehéz, ugye szabad szemmel fölnézünk az égre, semmiféle eszközünk nincs. Hát valamit ki kell találni, ez abban az időben megfelelő volt az emberiség számára. Elfogadták ezt a nézetet, és hát nagyon sokáig meg is tartották ezt, tehát közel 2000 évig tartotta magát ez a nézet, és hát nagyon-nagyon lassan változott ez a világnézet.
Ugye hát a bolygókról, illetve az égitestekről, ugye sok görög filozófus volt, voltak különböző nézetek, már akkor is, tehát ugye heliocentrikus, geocentrikus, sőt, ugye különböző méréseket is végeztek ebben, most nem megyünk bele. Ugye két héttel ezelőtti előadásban például, hogy arról hallhattunk, hogy a hold távolságát, a nap távolságát hogy mérték meg. Ugye ezen a képen azt látjuk, hogy a középpontban a Földünk, hát az egész világegyetem középpontjában a Földünk van, ugye a Föld körül kering a hold, a bolygók, Merkur, Vénusz, Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz, és hát ezen kívül találhatóak a csillagok. És ugye ezek a bolygók, ezek átlátszó kristálygömbökön mozognak, és hát nagyon nem is tudják változni, tehát forognak ezek a gömbök. Persze megpróbálták leírni ezeknek a mozgásokat, vagy megkiszerkeszteni, megmagyarázni ezeket a mozgásokat, mert hogyha valaki folyamatosan figyelte például a bolygókat, akkor láthatták, hogy egyszer csak halad, és akkor egy-egy megindul ellentétes irányba, és egy húrkot ír le, és akkor utána folytatja az útját, és hogy ezt nem volt olyan egyszerű megmagyarázni. A csillagok azok viszont egy legkülső kristálygömbön helyezkedtek el, ami fekete volt, és hát ott kis milyen gyöngyökként képzelték el. Ezekkel nem is sokat foglalkoztak, ugye inkább fontosabbak voltak azok az égitestek, amelyek mozogtak. Ez az égbolt is változik, ugye azt tudjuk, hogyha kimegyünk évfélkor, és felnézünk az égboltra következő nap, és ezt minden évfélkor megtesszük, akkor láthatjuk azt, hogy a csillagos égbolt egy kicsit arrébb kerül mindig, de hát ugye ezt szintén azzal magyarázták, hogy ezen a fekete kristálygömbön helyezkedik el, és a szép lassan egy év alatt fordul egyet. De hát a csillagok egymáshoz képest nem változtatják a helyüket, annyi csillag van, amennyit az égbolton látnak. Hát ezen, aztán ezen a nézettel ugye 2000 évig nem történt, körülbelül 2000 évig semmi. Persze a görögök után azért az arabok, kínaiak és más népek azért foglalkoztak csillagászattal, de inkább pontos megfigyeléseket végeztek, és nem nagyon dolgoztak ki újabb elméleteket, hogy vajon milyen égitestek, vagy miért vannak ott, vagy mik lehetnek ezek az égitestek. Hát a kristálygömb azért a középkorban szép lassan elkezd repedezni. Ugye nem folyt az összes középkori csillagászt felsorolni, inkább csak azokat a fontosabb pontokat próbáltam kiemelni, amelyek ehhez hozzá elutak, hogy ez a nézet megváltozzon. Ugye 1572-ben a Cassiopeia csillagképben Tycho Brahe, dán csillagász felfigyelt egy új csillagra, aminek a fényessége közel a Vénuszéval vetekedett. Ugye, a halványabb csillagokat nagyon nehéz emlékezetből megtalálni az égbolton, ezért azért elég látványos lehetett a Cassiopeiában egy Vénusz fényességű csillag. Ugye, előtte egy jó ideig nem foglalkozott csillagászati megfigyeléssel, és hát amikor ugye ezt felfedezte, akkor először ő se akart hinni a személynek, ugye megkérdezett másokat is, hogy nézzék meg, hogy jól látszik az égbolton. Ugye hát az egyik pont, hogy nem változik, tehát ugye szabad szemmel látható csillagok között egy új előkerült, és akkor fényes, akkor szép lassan több hónap alatt elhalványodott és eltűnt. De hát ugye ezért ez már egy valami kis változás az ismert csillagokhoz képest. Persze a kínaiak 1054-ben is megfigyeltek szupernovát, de hát ezt valahogy a Európa, középkorban Európában ezeket inkább nem vették észre, vagy hát nem jegyezték le, mert annak olyan állandónak kell lenni. Úgyhogy a kínaiak viszont feljegyezték, ugye onnan is tudunk az 1054-es szupernovából, ami a Bika csillagképben robbant. Aztán 1577-ben egy hatalmas szabad szemmel üstököst figyeltek meg, ugye mindenki csodálta. Ugye korábban azt tartották róla, hogy hát az üstökösök azok az ég, vagy a légkör kipárolgásai. És Tycho Brahe megpróbálta megmérni a távolságát. Ugye önnek már voltak annyira precíz műszerei, hogy a hold távolságát háromszögelésen meg tudta mérni, és hát kísérletet tett arra,
hogy ennek a távolság, ennek az üstökösnek a távolságát is megmérje. Hát ugye több forrást is megnéztem, az egyiken azt írta, hogy nem tudta megmérni, és ezáltal nagyon távol volt, a más forrás meg azt írja, hogy sikerült, ugye embereket küldött ki műszerekkel, és akkor, hogy több nagyobb távolságról, illetve több pontról mérték az égbolton a pozícióját, és így hát többször megmért, sikerült megmérni, és hát azt tapasztalta, hogy 6-szor távolabb van a Holdnál, és a távolsága is változik. Ugye, ha viszont ilyen fix kristály gömbök vannak, akkor ezen nem tud áthaladni, és hát ugye mégis változott a távolsága. Ugye ez volt a következő, ami szintén már problémát okozott, és ugye ő volt az, aki ezeket a szférákat már elvetette, mert hát ezt máshogy nem tudta. Tehát ugye valaki elképzel egy kristálygömböt, azon nem lehet csak úgy oda-vissza közlekedni. És hát ez megint egy pici kis repedés ezen a kristálygömbön. A következő, ez kicsit talán nagyobb repedés. Ugye Galileo Galilei, itáliai fizikus, csillagász, matematikus, természettudós, aki először használt az égbolt megfigyelésére távcsövet 1609-1610-ben, és már első alkalommal, pedig ez nem volt egy túl nagy távcsét, hoztam egy ilyen replikát, majd az előadás után ki lehet próbálni, nem egyszerű vele megfigyelést végezni, ugye elég szűk a látómező, nem túl nagy nagyítás, de már ezzel is csodálatos dolgokat látott az égbolton, ami korábban nem is gondoltak. Ugye például felfedezte a Jupiter holdjait, a Galilei féle holdat, az Iót, Európát, Ganymédest és a Kalisztót. Ugye ma is, hogyha látszik az égbolton a Jupiter, ezt előszeretettel mutatjuk az érdeklődőknek, illetve mi is szívesen megnézzük távcsőn keresztül. Szerencsére nekünk már azért egy kicsit nagyobb távcsöveink vannak, mint amivel Galilei végezte a megfigyelést, és hát így a Jupitert is mellette nagyon szépen láthatjuk. Aztán ugye megfigyelte például a Holdat. A Holdon ugye már szabad szemmel is lehet látni sötétebb foltokat, de hát távcsőn keresztül már megfigyelhetőek a kráterek. Ugye ez is ahhoz képest egy kis hiba. Tehát ugye nem tökéletes az az égbolt. Aztán megfigyelte a napot szintén. Ugye a napon foltokat látott. Ugye aztán később lehet, hogy már azért is látott, mert semmiféle biztonsági eszközt nem használt, és ugye a látása is eléggé romlott, hogy szűrő nélkül figyelte a napot. Illetve hát ami még nagyon fontos, hogy hát az égbolt csillagai felé, vagy a tejút irányába fordította a távcsövet, és amit a tejutat mi egy halvány ködösségként figyelhetünk meg. Ha a távcsövet abba az irányba fordítjuk, illetve ő megtette, azt látta, hogy az nem egy összefüggő gázfelhő, hanem sok-sok csillagnak a fénye. Illetve olyan irányba is megfigyelt csillagokat, ahol korábban nem lehetett. Ugye ez is ellentmondott az korábbi dogmáknak, hogy hát minek oda, még minek csillag plusz csillag, hát bőven elég, amit látunk szabad szemmel, hát mi szükség van olyan csillagokra, amelyek nem látszanak szabad szemmel. Tehát teljesen feleslegesek ezek a csillagok. De hát ugye ezekkel a megfigyelésekkel, ugye ez megint problémát okozott, hogy miért van ez így. Vagy hát például egy ilyen dolog is felmerült, ugye korábban megfigyelték ezt a szupernovát, ugye Tycho, hogy hát lehet, hogy ez nem is volt új csillag, csak korábban annyira halvány volt, hogy nem láttuk, akkor kifényesedett, és akkor újba elhalványodik, és akkor lehet, hogy ismételten megfigyelhetjük. Ugye ez már ugye elég sok minden, és ugye Galilei után a csillagászok egyre nagyobb távcsöveket építenek, és próbálják egyre pontosabban, vagy hát egyre pontosabb megfigyeléseket végeznek. Hát abban a korban azért elsősorban, amit a csillagok világában tudtak, az a pontos pozíciómérés, tehát asztrometria, tehát a csillagok pozícióját tudták mérni, és hát ezt el is jegyezték. És hát az első, egy kicsit vissza kell ugornunk az ókorban, aki
Először egy csillagkatalógus készítető Hipparchosz, ugye időszámításunk előtt 160 körül, és született és 120-ig élt, és hát ebben a korban egy csillagkatalógust készített, ami 1022 álló csillag ott tartalmazott. Oké, és hát nagyon sokáig után nem is készültek ilyen katalógusok. Aztán a középkorban John Flamsteed, angol királyi csillagász, neki állt is el újabb, vagy egy pontos csillagkatalógust készíteni, de hát nagyon sokáig nem publikálta ezeket az eredményeket, habár a kortárs csillagászainak viszont nagy szüksége lett volna erre, hogy hát a mondjuk égitestek bolygók pályaszámításánál nagyon jó, hogyha a csillagok pozícióját pontosan tudják, és hogy ahhoz képest tudják a mérési eredményeket összehasonlítva például. És hát nem nagyon akarta kiadni, ugye a király 1710-ben az angol királynő nyomására, utasítására adta ki ezt a katalógust, és ugye Edmund Halley rendezte sajtó alá, és kiadtak belőle egy 400 darabos sorozatot. De hát ugye ez nem nagyon tetszett Flamsteednek, úgyhogy ebből a 400-ból 300-at összegyűjtött, és aztán ezt bezúzatta. Valószínűleg még nem volt elégedett a teljesítmény, nem volt, szerette volna még precízebb, szeretett volna még precízebb lenni, tehát vannak ugye ilyen embereket ismerünk a még precízebb mért, tehát ez egy átlag embernek egy kicsit ilyen szőrszálhasogatás, aki viszont ilyen, ez azért jót tesz a tudománynak, mert szükség van ezekre a precíz, pontos emberekre. Ugye ő 3000 csillagot sorolt fel ebben a katalógusban, a helyzetüket, ha jól emlékszem, 10 fok másodperc pontosan adta meg. És hát miközben Halley dolgozott ezzel a katalógussal, láthatjuk Edmund Halley, ugye ő számolta ki, illetve hát ugye tehát ő fedezte fel, hogy a Halley üstökös egy periodikus üstökös, tehát ugye korábban is már láthattuk, vagy hát láthatták akkor a csillagászok, tehát ugye 76 évente visszatér. És hát ugye ez az első periodikus üstökös, és hát róla is nevezték el. Amikor a sajtó alá rendezte, összehasonlította Hipparchosz katalógusával, és hát azt tapasztalta, hogy nagyon jól megegyeznek a koordináták, de egy-két csillagnál viszont elég nagy elmozdulás van, és hát ugye nem nagyon hitte azt, hogy hát itt mérési hibáról van szó, mert a fényesebb csillagoknál, például az Arcturusnál majd egy fokos eltérés volt, tehát ekkora mérési hiba nem lehetett, és hát ő úgy gondolta, hogy hát az évszázadok alatt elmozdultak a csillagok, és hát ugye akkor a csillagok mozgása alul tanúskodik, hogy ez nem lehet egy fix gömbhéjon, hanem ugye mindegyik más irányba mozog, az meg más szöggel került, tehát más szögelmozdulása volt, valamelyik egy fok, valamelyik kisebb. Hát az nem lehet, hogy egy fix gömbön ez különböző legyen. Tehát ugye ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy a csillagok a térben különböző távolságokra vannak tőlünk, szétszórtan, ugye akkor még ugye a fényességéről nem lehetett tudni semmit, hogy mondjuk azonos fényességűek a csillagok, vagy különböző fényességűek, tehát mivel különböző fényességnek látjuk őket, ezért gondolhatták azt, hogy ugye különböző távolságokra vannak, ami igaz is természetesen. És hát utána a távcsövek használatával egyre több csillagot sikerült felfedezni, aminek ugye kicsi mozgása van, de ugye a türelmes megfigyeléssel azért ezek éves szinten, vagy éveken keresztül azért észrevetővé válnak. Ugye vagy kell egy nagyon jó műszer, illetve hozzá türelem, vagy legalább mondjuk kell 200 évig élnünk, akkor láthatjuk ugye a csillagok elmozdulását. Ugye itt a jól ismert mindenki által nagy göncöl. Ugye az időszámításunk előtt 100 000 indul ez a kis animáció, és időszámításuk után 100 000-ig tart. Hát, hogyha elég hosszú ideig élnénk, akkor láthatnánk, meg persze, hogyha annyi idő alatt az emlékezetünk nem homályosodna el.
ezért le kell jegyezni a megfigyeléseinket, mert különben elfelejtjük, hogy mennyit változik az égbolt. Itt már nem is nagyon fog szekére hasonlítani, nem tudom, még itt sem nagyon szekér, inkább valami, lassan valami papírsárkányra kezd hasonlítani, ugye? Vagy valami ilyesmi, és akkor utána kanálból villa lesz, ugye a mai fiatalságnak meg bevásárló kocsi, mert hát szekeret még nem láttak. Egy páran esetleg, hogyha elmentek a kocsi múzeumba, ott láthatnak, vagy ehhez. Ugye ma már tudjuk, hogy mozognak, ugye ezek közül a legismertebb a barna csillag, amelyeknek éves elmozdulása, ha jól emlékszem, ami 11 fok másodperc éves szinten. Ugye egy fok másodperc az a foknak a 3600-ad része, tehát egy nagyon pici kis szög. Na jó, most már tudjuk azt, hogy valamerre a távolban vannak a csillagok, valamerre a térben elhelyezve. De jó lenne megtudni azt is, hogy hát milyen távol vannak ezek a csillagok. De itt a Földön háromszögeléssel egész könnyen meg lehet határozni a tárgyak távolságát. Hát ezt a módszert próbálták a világűrben is, a csillagok világában alkalmazni. Hát eleinte nem nagy sikerrel. Ugye ez a parallaxis mérés, tehát hogyha egy testek egymáshoz képest helyzetének változása eltérő irányokból nézve, ezt nagyon könnyen kipróbálhatja mindenki, hogyha kinyújtja a karját, és akkor hát megnézi az ujját, becsukja mindegy jobb szemét először, utána a bal szemét, ugye azt látja, hogy a háttérhez képest az ujja az elmozdult, tehát mindenki ezt kipróbálhatja nyugodtan, aki nem hiszi, vagy aki eddig még nem próbálta, szerintem a többség már próbálta. És ugye a nagyon távoli csillagokhoz képest, vagy valami nagyon távoli dologhoz képest, akkor az előtér csillagok azok elmozdulni látszanak, és hát ebből az elmozdulásból próbáltak valamilyen mérési eredményt. Ugye először kettős csillagokkal próbálkoztak, mert ma már tudjuk, hogy a csillagok nagy része az kettes, vagy valamilyen többes rendszer tagja, de eleinte úgy gondolták, hogy ezek csak véletlenszerűek, azonos irányba látszanak. Az egyik csillag az közel van hozzánk, a másik az pedig valamerre távol a világűrben. És hát próbálták a parallaxist úgy meghatározni, hogy hát ezeknek a kettős csillagokhoz a parallaxisát nézték, tehát hogy az egyik csillag másikhoz képest elmozdul, lehet valamilyen elmozdulást látni. Hát nem nagy sikerrel, mert ugye először is ugye ehhez valamilyen távcső kell, de hát ugye még a kezdetleges, egyszerűbb távcsövekkel sincs arra lehetőség, hogy ezt kimutassuk. Ugye itt a képen láthatjuk ezt csillagokkal, tehát amit mondtam előbb, hogy egyik szemünket becsukjuk másikat. Ugye hát szerencsére a Föld az a nap körül kering, és itt egy elég nagy háromszöget lehet pályán, ugye a középpontban a nap, ugye a Föld halad körbe a pályáján, és akkor ugye egy 150 kilométeres, 150 millió kilométeres, igen, köszönöm, távolság az, amit ugye így a szemünknél csak 60-70, nem tudom kinek mekkora feje, milliméterre van egymástól a két szemünk, és akkor hogy itt láthatjuk, hogyha kering a Föld. Először kezdjük, várjuk meg, hogy először kezdjön a kis animáció. Ugye egy közelebbi csillagot nézünk, akkor az egész nagy elmozdulást mutat a háttércsillagokhoz képest, ugye itt a háttér, egy távolabbi, az pedig sokkal kisebb elmozdulás, ugye itt szintén látjuk, hogy kevesebbet mozog ennek a kis nyílnak a vége. És hát ebből nagyon jól ki lehet számolni, tehát ahhoz ismerni kell természetesen pontosan a napföld távolságot, és ebből hát a számolás az nem túl bonyolult, tehát egy egyszerű számolással meg lehet határozni a kiválasztott csillag távolságát. Ugye itt a csillagok távolságát parszekben mérik, ugye egy parszek az a távolság, amely alatt a Föld pálya, tehát a nap és a Föld pálya, tehát ugye, na,
Igen, hogy is mondjam. Tehát a nap föltávolból nézve, ugye az a csillag egy fok másodperc alatt látszik, az 3,26 fényév. Hát a legközelebbi csillag is 4,2 fényévre van tőlünk, tehát ugye egy fok másodpercnél kisebb szöget kellett kimutatni. Legelső ilyen mérést sikeresen Friedrich Wilhelm Bessel végezte 1837-ben. Ugye választania kellett, hogy most mi alapján, milyen csillagnál végezzen ilyen mérést, tehát mondjuk egy fényes csillagnál, mert ugye a fényességéről még mindig nem lehetett tudni semmit a csillagoknak, mert azok közel vannak, vagy azokról a csillagokról, amit már korábban sikerült kimutatni, hogy nagy elmozdulása van az égbolton. Persze ez lehetett volna attól, hogy van olyan csillag, amelyik nagyon nagy sebességgel mozog, de távol van, és a közelebbiek azok pedig lassabban, hogy erről se lehetett tudni semmit. Ő egy olyat választott, amelyiknek nagy elmozdulása volt az égbolton, ez a 61 Cygni. Ugye ez egy kettős csillag, ugye szintén, ahogy az előbb maradtunk a hattyú csillagképnél, Deneb, itt a szárnya mellett, ugye ebből a kinagyított részen ezt a kis csillagot figyelte meg, és hát gondosan végezte a mérést egy éven keresztül, és abból azt tapasztalta, hogy ennek a csillagnak a parallaxisa az 36 század fokmásodperc, és ugye ebből kiszámolta, hogy 9 fényév távolságra van tőlünk ez a csillag. Ma már egy kicsit pontosabb mérési adataink vannak. Persze, hogyha az interneten utána nézek, ha 10 helyen nézem, akkor 10 helyen más adatot találunk. Ez a Wikipédiából vett adat. Ugye itt a parallaxisa egy kicsit kisebb, tehát ugye nem éri el a 0,3 fokmásodpercet, és így a távolság a 11,41 század fényév, plusz-minusz 2 század fényév a távolsága. Ugye ez meg már tényleg, ugye már az előző is ugye elég nagy repedés volt, tehát hogyha a csillagok mozognak minden irányban a kristálygömbön, de hát mikor sikerült kimutatni, hogy ilyen hatalmas távolságok vannak, ez meg már teljesen, tehát biztos volt benne, hogy ez nem működhet úgy, habár persze tudjuk, hogy már sokkal korábban elfogadták a heliocentrikus világképet, de hát ugye azért még mindig voltak kérdés, hogy azért a nap a középpont, ugye a naprendszerben biztos, de hogy az egész univerzumban is a napunk van középen. Jó, hát ez volt az első kozmikus távolságmérés, után nem sokkal megmérték a legközelebbi a Proxima, vagy az Alpha Centauri távolságát és a közeli csillagok távolságát. Ugye a Földről a légkör miatt azért ez egy jó módszer, de maximálisan 1 század fokmásodperci lehet ezt a módszert használni, tehát ugye nagyjából ez az nyitja le, illetve azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 100 parszek környéke az, amíg tudunk ilyen mérést használni, vagy ilyen mérési módszerrel távolságot mérni a Föld felszínéről. Hát a továbbiakban, tehát hogy most már távolság az úgy volt valami módszer, amivel a csillagok távolságát meg tudtuk mérni, de hát azért jó lett volna még más paraméterét is megismerni a csillagoknak. Hát az egyik ilyen lehetőség, ez a színképelemzés, hogyha ugye a színkép az egy prizmával, vagy hát optikai ráccsal is fel lehet bontani a fényt. Ugye Newton 1666-os kísérletére vezethető vissza, legalábbis ő írta le először ezt a kísérletet. Tehát ha egy fehér fényt egy prizmára vezetünk, és ugye ezen áthalad, akkor a különböző összetevőre bomlik fel a fény, ugye a vöröstől az ibolya színig. Ugye minél rövidebb a hullámhoz, annál jobban megtörik a fény. Tehát ugye a képen is lehet látni, hogy a lila az, amelyik sokkal jobban megtörik, mint a vörös színű fény. Aztán a következő, akit meg kell említeni a színképzelemzéssel kapcsolatban, az Josef von Fraunhofer. Ugye ő német csillagász, fizikus, optikus. Ugye egy optikai műhelyben kezdett el dolgozni, és a távcsövek lencsét próbálta tökéletesíteni, de ehhez jobb minőségű üveget kellett készíteni. De ahhoz, hogy ezzel lehessen dolgozni, meg kell mérni a törésmutatóját az üvegnek. És hát ez készített különböző berendezéseket,
és hát ugye a törésmutató vizsgálatához először valami olajlámpást használt, de aznak nem volt megfelelő a fénye, és később megpróbálkozott a napfénnyel, és hát meglepve tapasztalta, hogy a napfényében sötét vonalakat lehet megfigyelni. Hát ő ezt nem tudta, hogy mitől vannak ezek a vonalak, de feljegyezte, tehát ő volt az első, aki feljegyezte, mert korábban is voltak már, akik láttak ehhez hasonlót, de senki nem jegyezte le ilyen részletesen. 574 sötét vonalat figyelt meg a nap színképében. Ugye ő ezt 1814-ben készítette ezt a mérést. A következő, ugye, aki a legfontosabbak a színképelemzéssel kapcsolatban, akit meg kell említeni, az Gustav Robert Kirchhoff és Robert Wilhelm Bunsen. Az ő nevükkel már lehet, hogy a fizika órákon találkoztak. Ugye Kirchhoffal inkább az elektrotechnikával kapcsolatban, ugye a Kirchhoff törvények, a csomóponti, illetve a Hurok törvény, ugye a feszültség árammal és a feszültséggel kapcsolatos törvények. Hát ugye mielőtt a színképelemzéssel kezdett el foglalkozni, akkor ugye ezzel foglalatoskodott. Hát Bunsennel meg a kémia órákról, ugye a Bunsen égő. Hát ő valójában tényleg ebbe a színképelemzésnél azzal foglalkozott, vagy ő készítette el egy olyan égőt, aminek majdnem színtelen a lángja, és ez nagyon alkalmas volt a színképelemzésnél a különböző anyagok elégetésére. Ugye ezt úgy végezték, hogy építettek egy úgynevezett színképelemző berendezést, vagy spektroszkópot. Ugye a sematikus részét itt láthatjuk, ami ugye nagyon fontos része, van egy rés. Itt kellene még egy fényforrás, aminek a fényét vizsgáljuk, ugye ezt a fényforrást, ugye ez mondjuk a Bunsen égő, amiben belehelyeztek különböző anyagokat, és hát ezt a fényt vizsgálták. Van egy lencse, ami párhuzamosítja a fényt, egy prizma, arról egy másik lencsén keresztül kerül a megfigyelő, vagy hát valamilyen detektor felé a fény, és hát valahogy így néz ki egy ilyen abban az korban épített spektroszkóp. És ugye ezekkel a mérésekkel be tudták azt bizonyítani, hogy hát ezeket a színképek, ezek csak az adott anyagra jellemző, nem bocsátanak ki fényt, tehát ilyen vagy sötét, vagy fényes vonalakat, attól függ, hogy milyen körülmények között vizsgáljuk. Ugye a képen ő Kirchhoff, ő Bunsen. És hát ugye a Földön laboratóriumi körülmények között azonosított elemeket ugye más távoli fényforrások vizsgálatánál is, vagy is össze lehet hasonlítani más távoli fényforrásoknak a színképével is, meg lehet próbálni összehasonlítani, hogy hát ott találhatunk-e valami ilyesmi fényt. Ugye csak röviden a színképelemzés még annyi, hogy ha egy izzószilárd testet vizsgálunk egy ilyen spektroszkóppal, mondjuk egy izzólámpát, itt most már leszereltük, mert csak lent van meg fénycső, akkor kapunk egy folytonos spektrumot. Ha egy izzó alacsony nyomású gázt figyelünk meg, olyanunk viszont van ugye egy fénycső, tehát ugye a fénycsövek ezek jellemzően izzó alacsony nyomású gázt tartalmaznak, akkor egy ilyen emissziós, tehát egy sötét háttérben csak fényes vonalakat figyelhetünk meg. Ha viszont van egy ilyen valamilyen izzó testünk, és előtte van egy ritka hűvösebb gáz, akkor viszont az elnyelési vonalakat, abszorciós vonalakat figyelhetünk meg. És hát a különböző anyagoknak különböző színképe van. Ugye ez, amit ők sikerült kimutatni, hogy a hidrogén, hélium, nátrium, vagy különböző anyagoknak más-más színképe van. És hát, hogy vagy elnyelési, vagy hát ilyen emissziós vonalak, tehát ugye attól függ, hogy hol helyezkedik el az anyag, emissziós képet látunk, vagy abszorciós képet. És hát ha a csillagok fényét vizsgáljuk, ugye ezt láttuk ezeket az abszorciós vonalakat a nap képében, és hát az első, akinek sikerült a napszínképen vonalakat azonosítani a földi laboratóriumi körülmények között megfigyelt anyagokkal, ugye ő Angström volt, a neve szintén ismerős lehet, ugye a hullámhossz mértékegységét legalábbis, ha nem nanométerbe adják meg, ugye annak az egy tizede, tehát egy tized nanométer, egy angström, tehát ott találkozhatunk a nevével.
És hát ő volt az első, aki sikeresen azonosította a hidrogén, hogy a legegyszerűbb atom vonalait a napszínképében. És hát ugye most már az is megdőlt, ugye a ókori nézetekhez képest, hogy hát az égitestek azok valamilyen különleges anyagból vannak. Tehát ugye ezzel a méréssel sikerült azt bizonyítani, hogy hát igen, ugyanolyan anyag található a napban is, mint amit a Földön ismerünk. Tehát ugye most már ez is megdőlt abból a nézetben, tehát nem alkotják egyedülálló, különleges anyagok az égitesteket. Ez egy modern színkép, ugye azért nem egy egyszerű ezekből azonosítani, hogyha megnézzük az előző képen mondjuk a hidrogén vonalait, de hát ugye itt nincs mellett a skála, tehát ugye azt is nézni kell, tehát ugye kalibrálni pontosan, hogy hol vannak azok a vonalak. Na mindegy, tehát ugye ez eléggé bonyolult dolog, de hát sikerült megvalósítani, sőt ugye ő egész pontosan utána készített egy ilyen katalógust a csillag színképéről, hogy ott egy kicsit rövid lett a színkép. Jó, tehát így már arra is lehetőség nyílt, hogy azt meg tudjuk mondani, hogy a nap az milyen anyagból áll. Ugye az összetétel az 78,4% a hidrogén, 19,8% az hélium, és hát a fölött még nagyon kis száz oxigén, szén, vas és egyéb anyag. De ugye a csillagoknál már, ugye ami a héliumnál magasabb rendszer, azt már fémeknek nevezik, tehát ugye ez a két lényeg, vagy a legnagyobb mennyiségben jelenlévő anyag a napban. Hogy további méréseket még mindenképpen itt a színkép elemzéssel kapcsolatban meg kell említeni, a Doppler effektust, amit Christian Doppler oszták fizikus csillagász írt le. Mindenki találkozott már azzal, hogyha vagy vonaton ül, és akkor éppen az érkező vonat dudál, akkor azt hallja, hogy hát először magas a hangja, és amikor elhaladt mellettünk, akkor pedig egyre mélyebb, vagy egy mentőautóval, de hát ugyanez a jelenség a fénynél is tapasztalható. Ugye, hogyha egy fényforrás közeledik hozzánk, ugye akkor a színe az egy kicsit kékesebb lesz, ha távolodik, akkor pedig vöröses színű. Ugye ezen a kis animáción szintén azt láthatjuk, van itt egy színkép, és van két vonal, ugye A és B. Mondjuk itt ugye azért van A és B, mert ugye egy csillag és egy bolygónak a képét látjuk, az egyik ugye a bolygóhoz tartozik, a B, az A pedig a csillaghoz, vagy két test, mindegy. És hát amikor éppen nyugalomban van, ahhoz képest, amikor figyeljük meg, amikor ugye távolodik, vagy közeledik a bolygó, akkor ugye, vagy két csillag, mindegy, akkor a vonal az eltolódik annak megfelelően, ha közeledik, akkor a kék szín felé, ha távolodik a vörös felé. Ugye ezeknek a mértékéből meg lehet határozni azt, hogy mondjuk egy égitest közeledik, távolodik hozzánk, a tengerköri forgást, tehát nagyon sok mindent. Úgyhogy ezt a fény, tehát a színkép elemzésnél ezt a jelenséget, mert ugye van még más, amivel mágneses erősséget, tehát ugye nagyon erős mágneses térben a színképvonalak felhasadnak, stb., de most ennyire nem menjünk bele a dolgokba. Ugye a színkép elemzés nagyon fontos, tehát azt már mindenképpen megtudtuk, hogy abban segített, hogy meg tudjuk mondani egy távoli, tőlünk több fényévre, több tíz, több száz millió, vagy több száz fényévre levő csillagról, vagy akár még távolabb égitestekről, hogy milyen anyagból állhat. Szintén, hogyha esténként érkeznek hozzánk látogatók, a távcsőben nagyon gyakori célpont, hogy megmutatjuk az Albireót. Ugye ez egy kettős csillag, az egyik tag az egy kicsit sárgás, a másik kékes színű. Már most olvastam róla, nem tudom, hogy mennyire igaz, hogy nem is igazi kettős. Illetve annyi, hogy a fényesebb tag az igen, de csak interferometriai módszerrel lehet kimutatni, hogy valami három vagy két-három tagból áll. Na mindegy, de ezt majd még egy kicsit utána kell néznem. Na mindegy, előszeretettel mutatjuk pont azért, mert különböző színű a csillag. De szabad szemmel azért a vöröses csillagokat lehet látni, de nem mindig lehet, vagy az esetek nagy részében nem nagyon láthatunk színeket az égbolton. Ha két egymáshoz közeli különböző színű csillag van, akkor viszont ugye a kontraszt miatt ez nagyon jól látszik.
De vajon miért van, miért különböző színűek a csillagok? Mert más a hőmérsékletük. Ugye a színkép elemzésről szó volt, és hát ugye a csillagok azok a ilyen úgynevezett fekete testhez nagyon hasonló sugárzást bocsátanak, vagy hát ahhoz hasonlóan sugároznak. Ugye a fekete test ez egy ilyen ideális test, amely minden hullámhosszúságú elektromágneses sugárzást képes elnyelni 100%-osan. Ugye a csillagok ehhez nagyon hasonlóak, azért nem teljesen egyeznek meg a fekete testtel. És hát ez a sugárzásnak az alakját, ezt a Planck függvény írja le. Oké. És hát ugye nem nagyon jól látszik, mert lehet, hogy itt fehér hátteret kellett volna hagynom, hogy ezek a különböző görbék, amit a Planck függvény ír le, ugye ezek az alacsonyabb, ezek kisebb hőmérsékleten van a maximuma, ugye minél forróbb annál, ugye ez a maximum, tehát ugye ennél ugye ez magasabb, tehát ugye kár, hogy lemaradt ez a szöveg onnan, na mindegy, tehát ugye magasabb, tehát ugye itt a hőmérsékletét látjuk, annál magasabb van a sugárzás maximuma, tehát ugye minél magasabb a hőmérséklet, a sugárzásának a hullámhossza, annál a rövidebb hullámhosszák fölé tolódik el. Tehát ugye itt látjuk, hogy az alacsonyabb hőmérsékleténél valahol itt van a maximum, és a magasabb hőmérsékleténél pedig itt a rövidebb, tehát a kék felé, tehát ugye itt alul lenne a hullámhossz, itt pedig az intenzitás. Talán ez a másikon jobban fog látszani. Igen, jó, itt látszik. Tehát ugye az intenzitás, itt a hullámhossz. Ugye a csillagokat valamelyiket kék színűnek látjuk, vagy sárgának, vagy hasonló a napnak, vagy vöröses színűek. Ugye a vöröses színűek az mondjuk 3000-4000 Kelvin hőmérsékletűek, a napunk az 6. Ilyen kékes színű csillagok, tehát 10-15000 Kelvin. És ugye látjuk itt ahhoz képest ez a kis színes sáv, az a látható fény tartományát mutatja, az ugye mindegyik kis diagramon ugyanott van, és hát ennek a görbének a maximuma, ugye itt a hosszabb hullámhosszoknál van, és akkor kerül egy a rövidebbek felé, és hát ezért látjuk különböző színűnek a csillagokat, illetve hát ugye a különböző színhez a különböző hőmérséklet is tartozik, tehát ugye minél rövidebb, minél nagyobb energiájú ez a sugárzás, ugye annál kékebb vagy a csillag. Ugye így ezzel a módszerrel a csillagok felszíni hőmérsékletét is meg lehet mondani, ugye egy csillag színképét felveszik, annak az intenzitásából meg lehet mondani, hogy annak a csillagnak mennyi a felszíni hőmérséklete, hogyha ugye ismerjük a felszíni hőmérsékletét, esetleg olyan távolságra kerül, van ez a csillag, hogy a paralaxisát is meg lehetett mérni, akkor már lehet számolni, hogy milyen méretű, milyen sugarú ez a csillag. Jó. Aztán utána így már tudhatunk arról is, hogy milyen méretűek a csillagok. Már arról is van módszerünk, hogy megnézzük azt, hogy milyen anyagból áll, ugye a távolságot is. De hát jó lenne tudni, hogy hát a napunk, vagy hát a csillagok, azok hát miért világítanak, honnan van energiatermelésük. Ugye az 1800-as évek közepéig ezek nem nagyon érdekelte őket, vagy lehet, hogy érdekelte, de nem volt erre lehetőség, hogy bármit is tudjanak erről mondani. Hát az hogy olyan állandó. Néhány ezer éves a nap. Ugye még magáról a Földről, meg az emberiség koráról sem tudtak túl sokat. Hát az először mindenki hallott róla már, legalábbis erről, ugye az energia megmaradás törvényéről. Ugye 1847-ben Hermann Helmholtz, német fizikus, ugye ilyen energiaváltozással járó folyamatokat vizsgált, és hát akkor ő megállapította, hogy az energia az nem termelődhet, meg nem is semmisülhet meg, csupán a formája változhat meg. De hát ugye akkor ott a csillagoknál is felveti a napnál a problémát, hogy oké, hát semmiből nem lesz ott energia, hát valahogy meg kéne magyarázni, hogy miből van energiánk. Hát ugye ő próbálkozott, hát ugye nézte, hát egy először próbált valami kémiai égésből származó, tehát hogy mondjuk egy nagy szén golyó lehetne az ott például, ugye ilyen elképzelés is volt, és akkor, tehát ugye azért ez nem elég hosszú ideig
biztosít energiát. Ugye abban az időben azért már a biológusok, geológusok kezdték sejteni, hogy azért a Föld kora az nem 1-2 ezer, sőt nem is 1-2 millió, hanem még akár hosszabb is, tehát több 100 millió év is lehet. És hát ugye akkor meg kellett volna magyarázni, hogy hát oké, és akkor ez a széngolyó, ez képes-e biztosítani mondjuk 100 millió éven keresztül a nap energiáját. Hát ez nem nagyon jött össze, tehát nem sikerült. Aztán próbálkoztak olyannal is, hogy mondjuk a belehulló üstökösök, meteorok fűtik esetleg fel a napot, de hát ugye ott megfelelően a kérdés, hogy azért a Földre is hullanak meteorok. Hát ez sem ízik fel, tehát itt is azért volt probléma, tehát ez nem volt valami túl jó magyarázat. Aztán még próbálkoztak azzal, ami azért nem volt annyira rossz ötlet, mert ma már tudjuk, hogy azért vannak ilyen folyamatok a csillag életében, amikor ez biztosítja az energiatermelést, tehát a csillag összehúzódása. De hát ugye itt is kiszámolták, hogy akkor hát kezdetben mondjuk néhány 10 millió éve a Föld pályáig kellett volna érni a napnak. Hát ez sem lehetséges. Mert hát szintén a geológusok, a biológusokra hivatkozva, hát ennél hosszabb vagy öregebbnek kell lenni a Földnek, meg hát hogyha a Föld pályáig ért a nap, akkor a kezdetben milyen hatalmas hőmérséklet volt a Földön, tehát nem lehet az, hogy ilyen hatalmas legyen a nap. Hát ugye erre azért nem olyan egyszerű magyarázatot találni, ugye szép lassan, ahogy a fizikusok, kémikusok egyre újabb-újabb dolgot fedeztek fel, sikerült azért megmagyarázni a nap működését. Hát az első szintén egy ilyen kis plusz dolog, amivel eljutottunk a nap energiatermeléséhez, az, hogy ugye 1896-ban Antoine Becquerel felfedezte, hogy a radioaktív sugárzást. Ugye, hogy a fém uránium atomjai szép lassan elbomlanak, és kisebb atomokká. Tehát ez volt az első, hogy ott már valami lehet, hát ugye azért itt még mindig azért elég messze volt. A következő, akiről szintén hallhattunk már, az Pierre Curie. Ugye, hogy rájött, hogy ez a radioaktivitás kis mennyiségű hőtermeléssel jár. Nagyon kicsit, de mondjuk már akár egy földméretű égitestnél azért ez elég hatalmas, tehát elég nagy lehet. Ha jól emlékszem, ugye most olvastam, hogy 1 gram urániumnak a bomlásával 1,3 gram vizet lehet 0-100 fok hőmérsékletre fölmelegíteni. Mindegy, tehát ugye azért ez jelentős mennyiségű lenne, jelentős mennyiségű energia. De hát ugye ez bomlásra járó, és ugye itt urániumról van szó, hát a nap színképét pedig ismerjük. Tehát ugye nem lehet az, hogy ugyanez a folyamat biztosítja a nap energiatermelését, mert hát ismertük azt, hogy nem urániumból áll, már akkor ugye ismert volt, ugye a színképelemzésnek köszönhetően, hogy hát a nap nagy része az hidrogénből, illetve héliumból áll, hogyha találhatunk is, vagy található benne nagyon kis mennyiségben uránium, az nagyon kicsit adhat hozzá ehhez az energiatermeléshez. Hát ugye a következő lépés, ugye amikor ugye az atomok szerkezetéről korábban nem sok mindent tudtak, ugye oszthatatlan, persze voltak már különböző elképzelések, hogy ilyen pudingszerű, hogy abba helyezkednek el különböző részecskék. Rutherford volt, aki egy kísérletet végzett, hogy megpróbálta, illetve többen végeztek, de ennek is sikerült először, hogy kis ugye bombázta szubatomi részecskékkel egy atomot, és ugye azt várta, hogy térülnek el a részecskék, és azt tapasztalta, hogy nagy részük az áthalad, és akkor vannak viszont olyanok, amik nagy szögeltéréssel visszatérnek. Ugye ebből alakult ki ez, hogy valami atommagnak egy nagyobb tömegűnek kell a közepén lenni egy atomnak.
ami, és hát körülötte helyezkednek el az elektronok. Itt még ugye meg kéne említeni, ugye az atommodellel kapcsolatban, szintén amit fizika órán, ugye a Bohr-féle atommodell, tehát ugye az, amit legalábbis az iskolában tanítanak, és az egész jó leírja legalábbis az átlag emberek számára azt, hogy néz ki egy atom. Ugye itt már azért lehetett akkor tudni, hogy van atommag, elektronok, ugye az atommag az protonokból, neutronokból tevődik össze, és hát 1915-ben egy amerikai kémikus, William Harkins, végig gondolta, meg különböző feltételezéseket tett, hogy lehetséges az, hogy hát ugyanúgy ilyen magreakciókkal termelődik a csillagok energiája, de nem az, hogy az urániumból lesz valami kisebb atommag, hanem itt ugye négy héliummag egyesül, vagy a négy hidrogénmag egyesül egy héliummaggá, vagy itt ez a folyamat, ezt most nem nézzük végig, azt majd lehet, hogy valaki máskor valami más előadás folyamán majd elmondja. Tehát, hogy lehetséges, hogy ez a hidrogén fúzió szolgálja a napenergiát. Persze ma már tudjuk, hogy ez így van. A következő, aki még ebben a sorban mindenképpen meg kell említeni, Arthur Eddington, brit csillagász. Ugye akkor feltette ezt a kérdést, hogy oké, de miért nem zsugorodik apróvá a nap? Ugye a gravitációs vonzás hatására, ugye ennek csak egyetlen erő tud ellen tartani, és ez a hő. És ugye kiszámította, hogy milyen forrónak kell lenni a nap középpontjának, hogy ezt az egyensúlyi állapot ez fennmaradjon, és hát azt számolt, hogy 15 millió Celsius foknak kell a nap középpontjában lenni, tehát ez ma is ugye elfogadott érték. És akkor van még egy német-amerikai fizikus, ugye, aki a nap összetételét és ugye közben még ugye egyre pontosabb spektrumokat készítettek, egyre jobban tudták, pontosabban meg tudták mondani a nap összetételét, és hát igen, ő tovább finomította ezt a módszert, és lényegében rájött, hogy ez a ugye 1938-ban, ugye, amit 1915-ben ugye Draper, vagy William Harkins javasolt, tehát ugye ez a módon működik a napunk. Ugye azt a múlt héten is láthattuk az előadásban most már, hogy néz ki a nap összetétele, milyen héjszerkezetei vannak. Ugye a nap egy önszabályozó fúziós reaktor, ugye a nap keletkezésekor ugye a gravitációs energia melegítette fel a középponti részeket, és ugye amikor a nap közepe érte a 15 millió kelvines hőmérsékletet, akkor a fúzió igen lassan beindult. Ugye a keletkező fotonok felfújják a napot, ugye ez csökkenti a sűrűséget, és beáll egy egyensúlyi állapot, tehát ezért nem tud túlságosan begyorsulni a fúzió, és hát ugye a napunk ez körülbelül 10 milliárd év alatt égeti el önszabályozó módon a hidrogénjeit, héliumá, és ugye a teljesítmény sűrűsége nagyon kicsi, 0,2 millió watt per kilogramm, ugye még az emberi test 1,3 watt per kilogramm, csak hát ugye azért a nap az sokkal, de sokkal nagyobb. És ugye ezt a képet, ezt láthattuk a múlt héten, tehát hogy a nap középpontjában a mag, ugye egy sugárzási zóna, ugye ezen nincs jelölve a taklokina, utána vagy a konvektív zóna, fotoszféra, kromoszféra és a korona. Ugye így, ahogy ma ismerjük, persze azért ugye az egyre pontosabb méréseknél ugye azért jó tudni azt, vagy jó lenne tudni, hogy az egyes folyamatok azért, az egyes rétegek pontosan milyen módon zajlanak végen. Na hát a csillagokról úgy körülbelül egy kicsit most a ködökre is térjünk át, csak röviden. Ugye Charles Messier, mindenki ismeri ezt a katalógust, azokat az objektumokat, amit ő katalogizált a 18. században, ugye 110 objektumot, azt előszeretettel mutatjuk távcsövön keresztül az érdeklődőknek, illetve saját magunk is nézzük ezeket. És hát itt többféle objektumot figyelhetünk meg, ugye vannak ilyen csillaghalmazok, gömbhalmazok, galaxisok, különböző ilyen diffúz ködök. És hát ugye a távcsövek használatával ezekről sem, tehát amikor ezeket először megpillantották, ugye nem sok mindent tudtak ezekről
a ködösségekről. Ugye kisebb távcsövekkel még ezek a gömbhalmazok is egy kis kötfortnak lehet megfigyelni az égbolton. Ugye nagyobb-nagyobb távcsövekkel használtak, akkor láthatóvá vált, hogy ezek csillagokból állnak. De ahogy növekedett a távcsövek mérete, még mindig maradtak olyan égi testek, amelyek csak ilyen fehér ködnek látszottak. Nem tudták eldönteni, hogy az vajon mi lehet. Ezek közül az egyik ilyen fehér köd, ez az Andromeda galaxis, ami szépen világított, fénylik az égbolton, de nem lehetett tudni, hogy mi okozza ezt a fényességet. Ugye belsejében nem tudtak csillagot megfigyelni. Az akkori távcsövekkel semmit más nem lehetett róluk megmondani. Ugye születtek különböző elméletek, az egyik Immanuel Kant, német filozófus, aki fölvetette 1755-ben, hogy ezek ilyen szigetuniverzumok. Tehát ahhoz az univerzum, ahol mi naprendszerünk is van, meg a környező csillagok, ehhez hasonló univerzumok. Hát ez 1755-ben azért eléggé, tehát nem nagyon hittek ebben. Közben persze más csillagászok mások úgy gondolták, hogy ezek keletkezőben lévő bolygórendszerek. Tehát ugye a bolygórendszer egy ilyen porfelhőből, egy gázfelhőből keletkezett, összesűrűsödött, és akkor a közepében egyszer csak a csillag az majd világítani fog, és hát közben ilyen a különböző megmaradt porból keletkeznek a bolygók. De hát ugye nem sikerült semmiféle csillagot ezekben megfigyelni. Hát ez nagyon sokáig ezen vitatkoztak, ugye több mint 150 éven keresztül, és hát az Andromeda galaxis színképét 1899-ben vették fel első részben, ez nagyon hasonlított egy csillagéhoz, hoppá, hát ha csillagéhoz hasonlít, akkor ez egy születő bolygórendszer, ott a csillag a közepében, majd egyszer, hogyha felízik. És hát ugye a csillagászok, ahogy ezeket a megfigyeléseket végezték, hát úgy is tapasztalták, hogy ez bizony az Andromeda köd is egy előre haladott szakaszában lévő bolygórendszer. Hát a korabeli távcsövekkel nem nagyon jutottak eredményre. De azért menet közben voltak azért ebbe is kis problémák ezzel. Ugye 1885-ben egy csillagra lettek figyelmesek, az Andromeda galaxisban. Hoppá, hát felízott az a csillag. Ugye megmondtuk azt, hogy mégiscsak egy születő csillagrendszer. Ugye nagyjából ilyen 7 magnitúdos csillagot figyeltek meg az Andromeda középső részén. De hát aztán ez a csillag egyszer csak hónapok után, vagy hát elkezdett halványodni, és hónapok után eltűnt. Hát ezt nem nagyon tudták magyarázni. De hát mások viszont úgy gondolták, ugye, hogy mégse bolygórendszer, hanem lehet, hogy tényleg egy ilyen szigetuniverzum, egy másik tejútrendszerünkhöz hasonló. És hát megfigyeléseket végeztek, és hát a hosszú megfigyelések alatt Curtis tucatján fedezett fel novákat az Andromeda galaxisban. Ugye sokkal halványabbak voltak, mint amit először megfigyeltek ezt az Andromeda. De hát lehetséges az, hogy mondjuk az égbolt azon a pici területén olyan sok nova van máshol, meg hát ugye évtizedek óta már nem láttak, vagy évszázadok alatt is alig láttak novát. Tehát, hogy ez valami kitüntetett terület az égboltnak, hát ugye erre először nem nagyon tudtak választ adni. És hát ugye az biztos volt, hogy novákról van szó, mert hát ugye kifényesedtek, láthatóvá váltak, aztán eltűntek. Tehát ugye aztán később máshol fényesedett ki egy másik nova, aztán az is elhalványodott. Tehát lehetséges az, hogy az égbolt egy kis területén. Hát nehezen elképzelhető. 1919-1920-ban a Montvízoni Obszervatóriumban elkezdték használni a 2,5 méteres teleszkópot, és ugye Edwin Hubble volt az, aki ezt a távcsövet használhatta. És akkor hát a 1923-ban az egyik ilyen felvételen egy csillagot talált az Andromeda köd szélén. Nem nova volt ugyan, de hát ugye, hanem egy változó csillag, egy cefeida változó.
És utána tovább figyelte ő, és akkor 1924 végére több változó csillagot talált, sőt ebből 12 cefeida változó volt. Ezzel kapcsolatban ugye annyit el kell mondani, hogy egy cefeida változó csillag, nagyon sok változó csillagot ismerünk, ennek egyik fajtája ez a cefeida, ez a Cepheus csillagkép delta csillaga után kapta a nevét, és ugye valami hasonló fényváltozást mutat. Ezek a cefeida változók, amit itt a diagramon látunk, ugye valamelyik rövidebb, valamelyik hosszabb idő alatt változtatja a fényét, és ezzel kapcsolatban meg kell említeni Henrietta Leavitt nevét. Ő egy amerikai amatőr csillagász volt, és a Harvard Observatóriumban dolgozott. Ilyen bioszámítógépként nem csak őt, hanem többüket alkalmazták. Ugye az volt a feladatuk, hogy az évek alatt felgyűlemlett nagyon sok fotólemezt, feldolgozzák, és hát ugye a férfiak nem nagyon akartak ilyen munkát vállalni, mert a hölgyekre amúgy is tudjuk, hogy sokkal precízebben végzik a munkájukat, és hát hölgyeket alkalmaztak erre a munkára. És ugye változó csillagokat is kerestek, ezt úgy végezték, hogy készítettek arról az égterületről egy pozitív képet, egy negatív képet, egymásra rakták, és ahol a csillagok fényessége az változott, ott vagy fehér, vagy világos, vagy sötét foltként lehetett megfigyelni. És hát azokat a felvételeket is feldolgozta, amit a Magellán felhőkről készült, és hát felfigyelt arra, hogy nagyon sok változó csillag van, és azok egy része ilyen cefeida típusú változó. És ugye feltételezte azt, hogy, vagy azt tapasztalta, hogy a csillagok fényességváltozása, tehát az a periódusa, és a fények között összefüggés van. Ugye feltételezte azt, hogy a Magellán felhőben található csillagok azok azonos távolságra vannak, és akkor ő volt az, aki ezt az összefüggést először felfedezte. Ugye először a Nagy Magellán felhőben végzett ilyen méréseket, aztán később, ugye, hogy meg tudja erősíteni az eredményeket, a Kis Magellán felhőben is 8 cefeida változót figyelt meg, és hát ott is ugyan, vagy hasonló eredményeket kapott. Ugye ez nagyon jó módszer arra, hogyha megfigyeljük egy változó csillag, egy cefeida fénygörbéjét, és hogy megnézzük a periódusát, ebből ki lehet azt számolni, hogy milyen fényes. És hát ez nagyon jó ilyen standard gyertyának, tehát meg lehet határozni vele, hogy milyen távol van mondjuk az az égitest, az a galaxis, ahol ezeket megfigyelték. Ugye Hubble is megfigyelt 12 cefeidát, és ebből kiszámolta, hogy milyen távolságra van tőlünk az Androméda galaxis. És hát ő úgy találta, hogy ez 230 ezer parszek, ez valami 900 ezer fényév. Ugye az ő eredmény, ma már tudjuk, hogy ez 2,2 millió fényév, azért, mert ugye közben kiderült, hogy nem csak egyféle cefeida változó, hanem többféle is van, és hát ugye ő ezt nem vette még figyelembe. Úgyhogy így az Androméda ködből Androméda galaxis lett, ha bár ma is nagyon gyakran használjuk mi is a távcsönös bemutatóknál, tehát azt mondjuk, hogy Androméda köd, meg Örvény köd, tehát ugye most persze tudjuk, hogy ezek már galaxisok. Amit még egy kicsit itt a távolságoknál szeretnék ugye elmondani, ugye Hubble-vel kapcsolatban, ugye megfigyelt galaxisokat, és ezekben a galaxisokban keresett cefeida típusú változókat, és hát meghatározta a galaxisok távolságát, és egy olyan összefüggésre lett figyelmes, hogy minél nagyobb a vörös eltolódása, vagy van vörös eltolódása egy csillagnak, egy galaxisnak, ugye annál távolabb van tőlünk. Magát a vörös eltolódást a galaxisoknál nem ő figyelte meg először, de ő figyelt fel erre az összefüggésre, és hát ugye szintén egy ilyen kis mérés, ugye a sebességét, ugye a vörös eltolódása az égitestek távolodási sebességét adja meg, tehát azt lehet kiszámolni, és hát ugye a sebesség és a távolság összefüggését láthatjuk ezen a kis diagramon, és ugye ezt Hubble volt az, aki először felfedezte.
Úgyhogy a csillagok távolsága, vagy a kozmikus távolság méréseknél, ugye, hát Föld közelében most már ilyen radaros méréseket is tudunk végezni, ugye 100 fényév távolságig, vagy 1-200 fényév távolságig legalábbis a földi mérésekkel tudunk mérni paralaxissal, utána Cepheida változók, szupernovák, és hát nagyobb távolságra, tehát már a vörös eltolódással lehet meghatározni az égi testek távolságát. Jó, hát sok mindent tudunk az égi testekről, meg távolság, stb. De hát azért ez még mindig kevés. Ugye a műszerek pontos, tehát egyre pontosabb, egyre érzékenyebb műszereket tudunk készíteni, egyre pontosabb méréseket. Persze ezek egyre újabb kérdéseket vetnek fel. És hát egyre jobb műszerek. Tehát például ugye megépítettük, hiába volt rengeteg földi nagy távcső, a Hubble-ül távcsövet, vagy például, hogyha a paralaxisok, a csillagok paralaxisát még pontosabban meg tudjuk mérni, a Gaia műholdat, amely ugye a földi műszerekkel 100 fok másodperc pontosággal lehet mérni, a Gaia műhold az pedig 10 mikrofok másodperc pontosságú méréseket tud végezni. Vagy hát ugye a földi távcsövek méretét is próbálják ugye egyre nagyobbakat, vagy egyre nagyobbakat építeni. Ez a távcső már építés alatt van, hogy ez az európai nagy távcső, 39 méter átmérője lesz a főtükre. Úgyhogy sok mindent tudunk távolságot, méretet, ugye, de mégsem elég, mégis ugye újabb kérdések merülnek fel, és ezeket is szeretnénk megmondani. Jó lenne, ha meg lenne vásárló, illetve részint meg is vásároljuk azzal, hogy egyre drágább műszereket építünk. Ugye ezt azért valakinek ki kell fizetni, hogy még pontosabbat képet kapjunk a körülöttünk lévő univerzumról. Köszönöm a figyelmet!